Örömmel és szeretettel köszöntelek én is mindnyájatokat, és külön a fiatalokat is, és először is tőlük szeretnék, és tőletek fiatalok kérdezni valamit. Én is voltam 10 éves, és emlékszem rá, és kíváncsi vagyok arra, hogy ti is ezt hogy élitek meg, hogy amikor egymás között vagytok, vagy egy kicsit nagyobb csoportban vagytok egymás között, akkor a fiatalok hogyan kívánnak, vagy ti magatok is, hogyan kívántok egymásra hatni? Vagy mivel kívántok, egy kicsit így mondanám, kitűnni? Én úgy emlékszem, hogy a fiúk szerettek volna erősek lenni például. Szerettek volna viccesek lenni, nagyokat mondani. Emlékszem arra, hogy a lányok szerettek volna szépek és csinosak lenni. És mindig van valami, amivel egy fiatal vagy egy ember szeretne egy kicsit kitűnni másokhoz képest. Mintha jobb akarna lenni valamiben másoknál. És egy kicsit úgy produkáljuk magunkat, mi emberek. Ezt a felnőttek világában Jézus úgy mondja, hogy képmutatókká válunk. És emlékszem, hogy amikor hozzáteszem azt, hogy én nem kívántam igehirdető lenni, nem ez volt a célom, bár nagyon szerettem a Bibliát kutatni, és így ez a szolgálat szeretetteljes szolgálat lett. De emlékszem, hogy amikor elkezdtem igét hirdetni, nagyon elgondolkoztam azon, hogy mi legyen az, ami valahol az én szolgálatomnak is egy kicsit az alapja lehet, vagy esetleg nagyon az alapja lehet. És ezt szeretném megosztani veletek is, meg mindenkivel. És azt a gondolatot találtam, ami nem egy igéhez kötődik, hanem sok igéhez és sok történethez, hogy miért szerették Jézust az emberek. Mi volt Jézus életében, amivel ő hatással akart lenni a környezetében lévőkre? Amikor eljött emberfiaként, amikor megüresítette magát az isteni léttől, eljött ide közénk, mint gyermek, és felnőtt, mint fiatal, és megjelent tanítóként, akkor mi volt az ő lényében, ami miatt vonzódtak hozzá az emberek. És elkezdtem ilyeneken vívódni, hogy hát olvasom a Bibliában, hogy az Isten bűngyűlölő. Hát egy bűngyűlölőhöz hogy tudnak vonzódni a bűnösök? Ezt nem értem. A legtöbb háború vallásháború. Tehát ha lejön Krisztus ide közénk, és ő maga gyűlöli a bűnt, ő benne nincsen rossz, nincs önzés. És azt olvasom a Bibliában, hogy a vámszedők meg a bűnösök közeledtek hozzá, hogy hallgassák őt. Ezt én meg akarom fejteni. El tudom olvasni a történetet, látom, hogy így van, meg tudom tanulni, el tudom mondani. De miért? Hogy lehet, hogy egy bűngyűlölő személyhez vonzódnak a bűnösök? Én ezt nem értem. Mi volt az, ami miatt vonzódtak hozzá? Ő mivel akart hatással lenni? Mondhatott volna Jézus nagyon sok okosat. Lexikális tudásával hathatott volna. Lehetett volna, hogy a csodákat úgy teszi, hogy amiatt csodálják őt csak az emberek. Vagy gyógyított sokat. De igazából mi volt az, amivel ő hatni akart? Humorérzékével? Vagy hogy olyan személyisége volt? Milyen személyisége volt? Milyen jelleme volt Jézusnak? Ő mivel akart hatni az emberekre, újra kérdezem, ami miatt vonzódtak hozzá? És azt a néhány, és leegyszerűsítve 3 gondolatot találtam, amit én magam is hallgattam még korábban egy igehirdetésből, annak idején úgy figyeltem, gondolkoztam róla, és én magam is átgondoltam újra, és végignéztem a történeteket, hogy így van-e, és azt találtam, hogy amikor hívő emberek, mi emberek közé megyünk, mert úgy szeretnénk, hogy mások is Krisztus követői lennének. Úgy szeretnénk jól végezni valami igazi missziót. Akkor mi megtanuljuk a Bibliát, megszólítjuk az embereket, szórólapokat dobunk be, szeretnénk, hogyha egy előadásra eljönnének. Érdekes, Jézus életében nem kellett szórólap, nem kellett nagyon az embereket hívni. Sőt, amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy most gyertek el ti magatok, egy kicsit pihenjünk meg egy puszta helyen, akkor sem volt evésre alkalmas idejük. Mert jöttek, és tolongtak, és jöttek, és keresték őt.
De mi volt a személyében? Csak a csodák? Csak az, hogy ő csodákat tett, és azt gondolták, hogy na ilyen király kell, akinek adunk 5 kenyeret, 2 halat, és megvendégel bőle 20 000 embert? Mi volt a személyében? Mi volt a lényében? És valahol nagyon egyszerű megoldást találhatunk mindnyájan. A legelső, ami Jézus életét vonzóvá tette, amit nagyon gyakran megtalálunk a 4 evangélium olvasása közben is, hogy ő irgalmas volt. Irgalmas volt. Ha így megkérdeznék bárkit, hogy mit jelent az, hogy irgalmasság, akkor mit válaszolnátok? Mi az, hogy irgalmasság? Hallottam ilyen válaszokat már, hogy egy meg nem érdemelt jóság, igaz. Vagy valami megelőlegezett bizalom, igaz. Szeretném nagyon mélyen rögzíteni azt, amit egyébként a Filippi levél 2. fejezetének az 5. verse is kimond, amit Pál apostol szinte minket kérve olvassuk, hogy, és így ír Pál, az a gondolkodásmód, az az indíték, az az érzésvilág, az a cél legyen bennetek, ezt a froneó szót szeretném egy kicsit magyar tartalommal még megtörténni, hogy az a gondolkodás, érzület legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. És itt a kulcs. Jézusnak mi nagyon sokszor a követői szeretnénk lenni. És majd néhány példát szeretnék mondani, hogy a tanítványok is a követői voltak. Volt valami, amit mégis nagyon nehezen tanultak meg tőle, amiben nem voltak a tanítványai. Csak ott voltak a közelében, de nem tanulták meg tőle, csak nehezen. És ez a gondolkodás, ez miben állt Jézus életében? Ami miatt szerették őt, ami miatt kívántak vele találkozni, ami miatt hallgatták őt, ami miatt közeledtek hozzá. Tehát az egyik az irgalmasság. Példabeszédek könyvében is elolvashatjuk, hogy amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Vagy Jézus a hegyi beszéd végén is azt mondja, hogy ti is legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas. De mi ez? Ugye ezeket meg lehet tanulni. Tudjuk, hogy irgalmasság, de mi ez? Ez úgy van, hogy találkozok valakivel, látok egy problémás helyzetet, és úgy ott irgalmas leszek. Amúgy nem, de ott egy helyzetben igen. Vagy pedig az irgalmasság az mérőjön, tanulható. Egyébként Jézus erre föl is szólította az ő hallgatóit egy alkalommal, hogy tanuljátok meg, mi az. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ugye mi emberek nagyon gyakran áldozatokat hozunk. Jézus azt mondja, hogy nem, irgalmasságot akarok. Mert abból majd fakad az igazi vonzó élet, és nem csak alkalomszerű áldozathozó irgalmasságok lesznek az életünkben. Mi ez az irgalmasság? Egy olyan gondolkodásmód, és pont visszatérek a kezdő gondolatomra arra, hogy Jézushoz vonzódtak a bűnösök. Jézus hogy tekintett akkor a bűnösökre, hogyha bűnös, ő maga bűngyűlölőként hogy tekintett a bűnösökre, hogyha bűnösök tudtak hozzá vonzódni? Mert ez egy, ha értjük az emberi lélek működését, akkor ez valahol egy olyan feloldhatatlannak tűnő helyzet, mert egy bűngyűlölőhöz nem vonzódnak a bűnösök. Jézushoz mégis. Mi volt a lényében, mi volt a gondolkodásában, ami, ha úgy tetszik, illatozott? Amiről külön nem is beszélt. De ha tanított, ez úgy átjött a tanításán, a lényén. Azt kell mondjam, hogy sajnos én magam is ezzel küzdök, hogy nem jön át a lényemen. Esetleg más is ezzel küzd, hogy ez nem jön át a lényünkön. Nem tudom. Mi volt Jézus életében ez az irgalmasság? Az, hogy amikor egy emberi életre tekintett, és látta, hogy ez az ember ezt és ezeket a rossz dolgokat tette, akkor az embert Jézus nem az elkövetőnek tartotta, hanem egy csapdában lévőnek. Nem gonoszt tevőnek, hanem egy szabadulást igénylőnek. És ez nem mindegy. Hogy szoktunk mi viszonyulni emberekhez? Amikor magunkban összekötjük, hogy te ilyen vagy, ezt teszed, ezt gondolod, ez a szándékod, te mindig ezt csinálod. Figyeljük meg,
pörgessünk vissza magunk életében is eseményeket, amikor a másik valami rosszat tesz. És akkor rosszat tesz a másik, akkor mi úgy fejezzük ki a gondolatainkat, hogy a rossz tettel őt összekötjük. Ez nem tudatos. Ezért nehéz visszapörgetni. Ez spontán jön. Ez nem mindig tudatos. Mi nem akarjuk összekötni. Ez a gondolkodás van bennünk. De Krisztusban nem ez volt. Krisztusban olyan gondolkodás volt, hogy ő látta, hogy egy fogságban lévő ember, a bűn fogságában lévő ember elköveti a rosszat, de látja azt is, amit például a Római Levél 7. fejezete mond ki, és Pál fogalmazza meg olyan érthetően, hogy én, aki gyönyörködöm az Isten lényében, törvényében, nem tudok mást tenni, csak rosszat. És Jézus látta az emberi létünknek ezt a fajta tragédiáját, és ez jött át a lényéből, és ezt érzékelték az emberek, hogy senkit nem köt össze a rossz tettekkel, hanem mint egy szabadulást igénylő embereket tartja számon és néz rájuk. Gyermeknevelés. Elköveti a kicsi gyermek a valami rosszaságát. A szülő hogy megy oda? Miért csináltad ezt? Meg szoktuk kérdezni. Ugye ez olyan természetes kérdés. De kérdeztük-e már úgy, ugye nem ezt akartad te sem? Tudom, hogy nem ezt akartad. Csak ez sikerült. Ugye más a légkör, más a kicsengése, más a másikra való hatás a gyermeknek is, hogy persze, hogy nem ezt akartam. Gyerekek mivel szoktak védekezni, amikor valami rosszat tesznek? Melyik az a kulcsszó, amit mondanak? Véletlen volt. A szülő tudja, hogy nem. Mert valahogy a gyerek se akarja összekötni magát már azzal, amiben utána belátja, hogy nem tette jól. Jézus ennek a gondolkodás módjában élte a napjait, és forgolódott az emberek között, és erre kér bennünket, hogy ezt tanuljuk meg tőle. De ez nagyon nehezen tanulható, mert a zsigereinkben nem ez van. A gondolkodásunkban nem ez épült be. Mi összekötjük, Jézus pedig szétválasztotta a bűnösöket a bűnöktől. Ezt, de mégis figyelmünket szeretném erre fölhívni, tanuljuk meg tőle, és tanuljuk meg, mi az, amire ő is kért, hogy mi az, hogy irgalmasságot akarok. Gyerekeket, mikor fölnőnek, kérdezik, hogy mit szeretnél az életben. Ugye elmondják az igazi nagy földi vágyálmaikat. Én is. Én is elmondtam. Különösen 10-20 éves fiúként, hogy milyen autót szeretnék. Ugye az autók világa a fiúk számára, az egy vonzó világ. És azt mondja a Biblia, hogy amit leginkább kell az embernek kívánni, ugye, és nem így fejezi be, hogy ez egy jó sportkocsi. Meg nem úgy folytatja, hogy ez egy gyönyörű esküvő. Hanem amit leginkább kell az embernek kívánni, az az irgalmasság. De ezt nem veszük elég komolyan. Amit leginkább kell az embernek kívánni. Úgy is leginkább szükséges kívánunk, hogy nekünk erre van szükségünk az Isten részéről, hogy irgalmaz nékem bűnösnek. Így is leginkább. De úgy is leginkább, hogy mivel szeretnék rendelkezni. Mit szeretnék élni? Irgalmasságot. Mert az Isten irgalmasságot akar, és nem áldozatot. Nem alkalmasint jó cselekedeteket, hanem egy gondolkodást megteremteni bennünk. Ez volt Jézus életének az első vonása, ami belülről jött. Amit a tanítványok sem éreztek át, pedig vele jártak, keltek 3,5 évig, napról napra, reggeltől estig. Néhány példát majd mindjárt mondok, érdekesek ezek a példák. Ugye Jézus nekünk is föl kínálja ezt a célt, amit már említettem is a hegyi beszédben, hogy mi is legyünk irgalmasok. Miként a mi mennyei atyánk is irgalmas. És ez legyen annak a froneó görög szónak, a gondolkodásnak legyen ez a része. Például Jézus úgy mondta el a tékozló fiú példázatát, magát a példázatot gondolom mindannyian ismeritek, mindannyian ismerjük. A tékozló fiú példázata az egyik leghosszabb és legösszetettebb példázat. Egy dologra szeretném a figyelmünket fölhívni. Ki az, akire a figyelmünket irányítja Krisztus a példázatban leginkább?
magára a fiúra, ugye a tékozló fiúra. Róla szól, a cím is ez, és róla szól. Őt tekinti végig a példázat, hogy hogy kéri el a ráeső részt a vagyomból, hogy tékozolja el, hogy kerül a moslékos vájúig, hogy lesz olyan éhes, hogy visszakívánkozik az atyai házhoz, visszaemlékezve az atyai ház szeretetére és légkörére. Most más kérdést teszek föl. A tékozló fiú példázatán belül ki a sértett fél? Az atya. Ki a bűnöző? A fiú. Szeretném érzékeltetni, Jézus miért így mondta el ezt a példázatot? A bűnözőért aggódjunk, ne a sértett félért. Ugye különös, ezt a példázatot olvastátok már úgy, amikor magatok elővettétek a Bibliát Lukács evangélium 15. fejezetében, elolvastok, és elkezdtünk aggódni az atyáért. Hogy lehet így bánni vele? Szegény atya. Ugye nem? Valahogy a tékozló fiú felé van irányítva a történet, hogy az iránt érezzünk aggodalmat és szeretetét és figyelmet, aki a rosszat elköveti. De ha mi a tékozló fiú példázatát úgy gyakorlatban átéljük, hogy mi vagyunk a sértett fél, akkor is azért aggódunk, aki a bűnöző? Vagy azért, aki a sértett fél? Hogy a reakciónk hogy működik? És ez volt Jézus életében a gondolkodás, és Jézus gondolkodásának a legszebb vonása, hogy ő irgalmas volt. Ő megtanítja nekünk azt, és ezt szeretné közel hozni hozzánk, hogy ne kössük össze a másikat az elkövetett rosszal, még hogyha minket ér támadás a másik részéről, akkor is úgy tekintsünk a másikra, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Sokszor, aki rosszat tesz, nem tudja, mit csinál. Nyilván Jézus beszélgetett a farizeusokkal is. És azt mondta a tanítványainak, a farizeusokról, hogy jaj nékik. Meg elmondta a farizeusoknak, hogy jaj néktek. De ezzel a jövendőt jelezte, hogy ennek az életnek, ennek a gondolkodásnak, a képmutató, a külsőségekre koncentráló életnek a vége az jaj. Abban ne reménykedjetek, hogy kívülről jónak látszatok, belül pedig nem. Abban ne reménykedjetek, abból jó nem lesz, az jaj. És erre épült fel egyébként, erre a gondolkodásra épült a következő vonása Jézusnak. Az, hogy ő nem ítélkezett. Nem ítélkezett. Nekünk is a hegyi beszédben mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Nem az élet dolgai felől való különbségtételt mondja. Nem a rossz és jó között kell megállnunk, és nem kell különbséget tennünk. Nem, de igen. Szó szerint szükségünk van arra, hogy el tudjuk dönteni az élet szükségre való dolgainkat. Szó szerint szükség van arra, hogy igaz és hamis között különbséget tegyünk. De emberek felett, indítékaik felett nem mondjunk ítéletet. És aki látja az ember életnek ezt a problémáját, hogy aki rosszat tesz, az még ítéletet is kap tőlünk, azt a másik embert, a rosszat tevőt elkezdjük szépen besülyeszteni, összekötözni a maga rossz tettével. És egyre nehezebbé tudjuk tenni számára a szabadulást. Nyilván van más is. Tehát van olyan is, amikor tényleg őszinte, igazi vágy van az emberben arra, hogy szabadítást nyújtson a közelében lévőknek. Csak azt szeretném hangsúlyozni mégis, hogy ez ne alkalmankénti legyen, hanem egy folytonos gondolkodásmód. Szüntelen való gondolkodásmód, amiből ne essünk ki. Az az ember, aki irgalmas, majdnem azt mondanám, hogy az megtanul nem ítélkezni. Az megtanul ítélkezés nélkül eljárni emberek között. Mit jelent a nem ítélkezés? Ítélkezni nem csak úgy lehet, hogy kimondunk valami ítéletet, szó szerint a szánkkal megfogalmazzunk valamiféle ítéletet. Az ítélet gyakorlását úgy is rosszul végezhetjük, amikor, figyeljük meg, szoktuk mondani, hogy ismerem az igazságot. Szokták mondani hív emberek, hogy ekkor ismertem meg az igazságot. A Bibliából ez az igazság, ami föltárult előttem. Van egy különös mozzanata a lelkünknek, az, amikor mi valamit nagyon biztosan igazságnak látunk. Általában az igazságot mi gyorsan szeretnénk
érvényre juttatni. Ez az igazság, akkor ez kell. Ha én belátom, hogy ez az igazság, akkor neked is azt kell. Ilyenkor ítéletet gyakorlunk. Mert sokszor ilyen gondolkodásmódból fakad az a magatartásunk, te nem jól csinálod, azt nem úgy kell. Az ítéletnek a légkörét és csiráját hordjuk magunkba sokszor. Tanuljuk meg, mit jelent az, amikor az igazságot meglátjuk, felismerjük, örülünk neki, és nem akarunk gyorsan érvényt szerezni az igazságnak, hanem az igazságot a szeretettel kínáljuk föl, hogyha akar a másik, vegyen belőle. Ez megint olyan, hogy amikor éljük a napjainkat, erre nem szoktunk így gondolni. Ehhez meg kell állnunk, el kell csendesednünk, és valahogy rögzülnie kell a gondolkodásunknak ezen a területen, mert ahogy elindul újra az élet, most igen mondunk ezekre esetleg, én is így vagyok, igen mondok rá, elindul az élet, és elkövetem az ellenkezőjét. És azt látom, hogy Jézus életét csak akkor tudom vonzóvá tenni, hogyha az a gondolkodásmód lesz bennem is, ami benne volt. Különben miért van az, hogy mi erőlködünk, hogy embereket az Istenhez vezessünk? Erőlködünk, küzdünk, terveket szövünk, és ez jó. De Jézus életének a vonzó lényét, hogyha magunkba szívjuk, mint a szivacs, akkor jönnek az emberek maguktól, ahogy Jézushoz is. Akkor keresik majd az Istent általunk is. Mert azt mondják, hogy veletek van az Isten. Emlékezzetek rá, hogy honnan indult el a keresztény név? Antiókiából. Ott nevezték először Krisztus tanítványait krisztiánoszoknak. Mert olyanok voltak, olyanokká váltak, mint Krisztus. Nem külsőleg, nem az öltözetük, nem a mozdulataik, nem a prédikációik, nem a megtanult szövegek, nem. A gondolkodásuk, a belülről jövő légkörük olyan volt, mint Krisztus. Őket mások nevezték krisztiánoszoknak. A mai kereszténység magáról mondja ki, hogy kereszténység. Akkor pedig mások mondták. Jézushoz ezért vonzódtak, mert ezt a légkört érezték nála, amit mondott is, ez valóság volt nála, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Viszont egy különös gondolat jön elő. Az, hogyha valaki irgalmas, és valaki nem ítélkezik, akkor nem lehet, hogy esetleg a bűn felett elsiklunk? Akkor hogy lesz a rossz dolog a bűn kezelve? Hát ha már irgalmas is vagyok, tehát szét akarom választani másikat az elkövetett rossztól, meg nem is ítélkezek, akkor hogy kell gyakorolni azt, amikor egy rosszat látok, és kezelnem kell? Magyarul feddenem. A Biblia feddésre is felszólít bennünket. Erre néhány rövid mozzanatot hadd hozzak elétek. Hogyan fedte Jézus mondjuk Nikodémust? Úgy, hogy amikor rávezette Nikodémust arra, hogy szüksége van valamire, hangsúlyozom, hogy rá, Nikodémus is érezte belőle, hogy add, kérem, mi módon lehet? Tehát benne van a vágy, hogy úgy szeretném amiről te beszélsz. Akkor Jézus feddi őt, és azt mondja, hogy Izrael tanítója vagy. Nem tudod ezeket. Nem marad el a feddés, de nem mindegy, mikor fedd. Hogy feddi Jézus a samáriai asszonyt? A legtapintotosabb, a legszebb feddés a Bibliában, a samáriai asszony feddése. Jól mondtad, hogy nincs férjed. Jézus úgy feddi, mikor azt mondja az asszonynak, hogy menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. És akkor mondja az asszony, mert a lelki ismerete szólal meg belülről, hogy nincs. Igazából félig mond igazat az asszony. A félig mondott igazságot mi általában feddéssel szoktuk megkeresni, hogy miért nem mondott ki teljesen? Miért csak a felét mondott ki? Jézus ezt is mondhatta volna. Jézus megdicsérte a félig kimondott igazságot, azt mondta, hogy jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és ez a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Ez valami megdöbbentő. Tehát mi ilyeneket mi nem szoktunk csinálni, nem szoktunk mondani, mi így nem gondolkodunk. A gyermekeinket megfedjük jól laposan, ha csak félig mondják ki az igazságot. És Jézus meg kisegítette a félig kimondott igazságot, ő befejezte. És megdicsérte az asszonyt azért, amit nem tett. Na de ez olyan bátorítás volt az asszonynak, mert azt érezte az asszony, hogy ez az ember engem nem köt össze azzal, amilyen pedig vagyok.
Nem köt össze. Szét akar választani tőle. És könnyebb a szétválás a bűntől ilyenkor. Sokkal könnyebb szabadulni. Az asszonynak is könnyebb volt. Visszament, és elmondta a többieknek is, hogy találtam valakit, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Leleplezte a hibás életemet. Nem ez a Krisztus? Tehát meggyógyul az asszony lelke, és azonnal hívja hozzájuk a többit. De a bizonyságtevés az pont a bűnök megvallásából indul. De megyek tovább. A tanítványait akkor hogyan fedi Jézus, amikor azt mondják a tanítványok, mert egy samaritánus faluban nem akarták őt befogadni, és akkor a tanítványok ugye ezen fölháborodtak, hogy hogy lehet itt a világ megváltója, egy falu meg nem fogadja a világ üdvözítőjét, akkor tűz rájuk, ahogy Illés is cselekedte. Tehát itt szoktam mondani azt, hogy mi nagyon sokszor, nekünk van egy belső gondolatunk, van egy belső indítékunk, indulatunk, és ahhoz idézünk Biblia verset. A tanítványok ugyanezt tették. Volt nekik egy gyűlölködő, a szamaritánus falu felé gyűlölködő indulatuk. Az a gondolatuk volt, hogy igazságtalanság az, hogy mi szeretnénk az üdvözítőnek, a világ üdvözítőjének, a mesterünknek egy pihenőhelyet, ahol megszáll egy kicsit, vagy eszik. És itt vannak ezek, nem fogadják be. Hát akkor ítélete gyorsan. Az igazság nem kell, akkor ítélet. Körülbelül ez a gondolat volt a tanítványokban. De ehhez kell egy igazolás. Hát vegyük elő a Bibliából. Ahogy Illés is cselekedte. Akarod-e, Uram, hogy ezt tegyük? Illés is így csinálta, igazságot szolgáltatott. Jézus erre az egész helyzetre azt mondta a tanítványoknak, hogy nem tudjátok, minémű lélek, minémű gondolkodásmód van bennetek. Gyorsan akartok érvényt szerezni az igazságnak. Nem kell. Elmentek más faluba. Hogy fette mondjuk a parázna asszonyt, János Evangélium 8. fejezetében. Akkor mindenki meg akarja kövezni, akkor a Jézus, ugye, mikor kimenti az asszonyt, hogy ír a porba, mindenki eltávozik, és kérdezi az asszonytól a végén, hogy hol vannak a te vádlóid? Elmentek, nincsenek. Én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Megint szét van választva az ember a bűntől. Sorolhatnánk a példákat, rengeteg ilyen példa volna, ez csak egy kis csokor volt, hogy Jézus, amikor egy bűnös emberrel találkozik, akkor milyen szépen választja külön. Ezt tanuljuk meg. Lehet, hogy nehéz lesz. Nem tudom, megye. Én magam is gondolkodom rajta, hogy ez hogy tanulható meg. Hogy tanulható meg egy jézusi jellemvonás egyébként? Amikor Jézusnak valami jellemvonására rácsodálkozunk, és azt mondjuk, hogy ez jó, ez igaz, ez szép, ez hogy tanulható meg? Hiába ülök, magolok, tanulok, lexikálisan nem jön át. Csak hogyha valahogy rácsodálkozom, és azt mondom, hogy ilyen szeretnék lenni. De úgy őszintén, a legbensőbb vágyamat kifejezem, hogy úgy szeretnék ilyen lenni. Úgy szeretnék. Akkor, ha ezt szemlélem, akkor ugyanarra az ábrázatra az Isten megadja a változást. Az ő lelke által. De ehhez rá kell csodálkoznom. Őszinte igaz élet utáni vágy szükséges, hogy fakadjon bennem. És azt mondom, hogy úgy szeretnék olyan lenni. Ez ennélkül nem tanulható meg. Ez nem iskolapad. Ez nem lexikális tudás kérdése. Hogyha feddésre van szükségünk, egy dolgot szeretném, ha tudatosítanánk magunkba. Rövid lesz a két ige. Jakab levele 5. fejezete mondja, ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai. Egymás ellen, ez pedig Zakariás könyve mondja, egymás ellen a szívetekben se gondoljatok gonoszt. Tehát igazából nem az, hogy moderálom magam, kívülről mást mondok, mint amit belül gondolok. Belül fortyogok, kívül kedves vagyok. Ez képmutatás. Meg érzik is az emberek, hogy itt valami nem őszinte. Ezért mondja a Biblia azt, hogy először, amikor egyedül vagyunk és magunkban számolunk, akkor ezzel vessünk számot, hogy ne legyünk másik ellen sóhajtozók. És a másik ellen a szívünkben se gondoljunk gonoszt. Mert ha ezt megtűrjük, akkor az irgalmasság nem fog tudni megszületni. És a nem ítélkezés sem fog tudni megszületni. A Jézus Élete című könyvben olvastam ezt a gondolatot is, hogy Jézus tanítványai követhették Krisztust. Mehettek utána napról napra. Megtanulhatták a prédikációit. Megtanulhatták a mozdulatait. Mindent megtanulhattak. Utánozhatták őt.
A követés nem a külső dolgok utánzása. És ezzel a gondolattal fejezi be ezt a gondolatmenetet, hogy legyen bármi az ember hitvallása. Tehát bármilyen szép, igaz, nemes, nagyszerű, legyen bármi az ember hitvallása. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Tehát a legtisztább hitvallások mellett, a legtökéletesebb Biblia tudás mellett mi lehetünk Krisztus tagadók, ha a lelkületét nem kívánjuk megtanulni. Utolsó, legegyszerűbb és legrövidebb gondolat, ami Jézus életét vonzóvá tette, a legnagyobb gondolat ugye az irgalmasság, abból fakad a nem ítélkezés. És a legutolsó pedig az, azért vonzottak Jézushoz az emberek, mert ő mindenki felé, amennyire a másik ember igényelte és erre lehetőséget adott, kezdeményezte a szeretetet. Ugye nagyon sokszor emberek azt mondják, hogy én olyan zárkózott vagyok, már hogy magukról mondják, hogy olyan zárkózott szoktam lenni, én nem tudok kezdeményezni, nyitni. Talán nem mondok erőset, és nem mondok bántót azzal, ha azt mondom, hogy egy Krisztust igazán megismert ember, egy Krisztust követő ember kezdeményez. Nem marad befelé fordult ember, egy Krisztust igazán megismert ember. De nem lesz olyan szabadosan nyitott sem. Megtalálja azt a nagyon tiszta, tapintatos egyensúlyt, ami Jézus életében megvolt. De ő azonnal kezdeményezett. Rögtön az volt a lelkében, hogy adni akarok, segíteni akarok. Ha kell, akkor kérek bölcsnyelvet, mert szólni akarok. De örök életet akarok munkálni mindenki életében. Örök életet szeretnék. Békességet szeretnék munkálni az Istennel. Hogy tehetem? Ehhez kezdeményezni kell. Nem lehetek olyan, hogy nagyon okos vagyok, és várom, hogy mindenki jön hozzám tanulni. Mert én tudom az Istent. Hanem kezdeményezek. János első levelét olvasnám befejezésül, János apostol első levelét, a harmadik fejezet, 16. versét. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért, akinek pedig van miből élnie világon, és elnézi, hogy az ő atyafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Tehát nagyon különös gondolatokat találunk, nem akarok minden részletre kitérni, de arra igen, hogy a szeretetről onnan van egyáltalán gondolatunk, hogy az, és éppen nem régen máshol kezdtem erről igét hirdetni, hogy mi ad motort a mi kereszténységünknek? Krisztus kereszt áldozata. Pedig keveset foglalkozunk vele, mert olyan szomorú a történet. És ezt mondja itt is János apostol, hogy arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Ezen van értelme gondolkodni. Ne felszínesen vegyük. És azt mondja, hogy mi is kötelesek. Hát kötelességből lehet szeretni? Felszólítalak, hogy szeress. Nem működik. De aki elfogad valami nagyobb szeretetet, valami a lelkünket meggyőző és indító és jó értelembe vett szorongató szeretetet, az elkötelez bennünket arra, hogy mi is. Nyilván így érti Pál is, hogy, illetve János is, hogy kötelesek vagyunk. Nem úgy vagyunk kötelesek, hogy kötelező, hanem úgy vagyunk elkötelezettek leszünk, hogy mi is a mi életünket adjuk. De hát akkor nekem is meg kell halnom másokért. Azzal folytatja, hogy nem, hanem ha valakinek van valami, valamije van, és csak magába tartva, a szívünket elzárva magunkba tartjuk, és nem osztom meg, nem kezdeményezek, akkor hogy marad meg bennem az Isten szeretete? A szeretet attól szeretet, hogy továbbadom. A kapottat továbbadom. És ezért volt Jézus élete vonzó, mert ő minden helyzetben kereste, hogy hogyan tud nyitni, kezdeményezni. Az első lépést hogyan tudja megtenni. Emlékezzünk a Samáriasszony történetre is. A Samáriasszony mire figyel föl? Hogyan kérhetsz zsidó létedre én tőlem vizet? Hát a zsidók nem barátkoznak velünk, szamáriakkal. Tehát pont erre, hogy te kezdeményezel, nem szoktak.
Ez szokatlan dolog. Vonzó volt az asszonynak is ez. Mi olyan mélyre süllyedt emberek vagyunk, és sokszor ezt nem érezzük át persze, de olyan mélyre került az ember, hogy ez az egyetlen út a kimeneküléshez, és ez az egyetlen út, ami számunkra megnyitotta a bűn feletti győzelmet, hogy Krisztus önfeláldozó szeretetet kezdeményezett, és ezzel minket is késztet ugyanerre, hogy amink van, azt akarjuk megosztani másokkal, egymással. Csak az, nem akarok szavakat mondani, de nem tudok most mást, hiszen most beszélnem kell. Sőt, lehet, hogy jobb szavakkal, mert nem tudnám gyakorolni kellőképpen. Azt, hogy csak az önfeláldozó szeretetnek a jelenlétében gyógyul és lágyul az emberi szív. Csak az irgalmas gondolkodás segíti ki a másikat a bűnből. Csak az ítélkezés nélküliség segít meggyógyulni a bajokból. Nyilván fontos az, hogy az önfeláldozás között az ember legyen tisztán látó. Nem meggondolatlanul kell magunkat felőröltetni, hanem tisztán látva odaadni az ínség a barázdáiba. És kívánom azt, ahogy olvastuk is a Filippi levél második fejezetében, hogy az a gondolkodásmód legyen mindnyájunkban, ami Krisztus Jézusban is volt. És legyen az ő élete vonzó általunk is emberek előtt. Amen.